Hazánkban több mint 60 ezer civil szervezet működik, a megyében működő 3088 egyesület alapítvány képviselői első kézből kaphattak a keddesti fórumon tájékoztatást az évek óta sláger projektnek minősülő nemzeti együttműködési alap keretéről. Tavaly 712-en adtak beigénylést a megyéből, ez a pénz segít nekik abban, hogy az SZIA 1% felajánlásából adódó egyenlőtlenségeket korrigálja. Az ország területeinek eltérő jövedelmi viszonyaiból a civil szervezetek által felvállalt ügyek eltérő népszerűségéből adódóan ezek az egyenlőtlenségek szükségszerűen jelen vannak. A kormány civil alapját működtető helyettes államtitkárság kezeli az alap pályázatait. A keret az érdemben növekszik 7,7 milliárdról 9,3 milliárdra. Sőt, most már azt is tudjuk, mert ugye ennek jogszabályi háttere van, hogy 22-ben meg 10,5 milliárd lesz, tehát folyamatosan növekszik a NEA-nak a kerete, ami a civil 1%-kal van összefüggésben. Úgyhogy ez a legjobb hírünk, amiről be tudunk számolni. Ezen kívül a pályázati formákban nem lesz változás, a megszokott rendszert tapasztalhatják majd a pályázók. Szerintünk ez bevált. Azt lehet mondani, hogy 10-20 ezeres nagyságban pályáznak hozzánk, ez elég jelentős szám, viszont elég magas a pályázati győzelmi arány, és hogy így mondjam, tehát 40% fölötti. Én azt gondolom, hogy ez kiválóan működik, most már csak jó pályázatokat kell benyújtani. A rendezvényen elmondták, akik tenni akarnak a közösségért és értéket akarnak létrehozni, mind tudnak forrásokhoz jutni. Ezen minden területet lefedő egyesületek 5 kollégiumban egyszerűsített és összevont pályázatot adhatnak be a Nemzeti Együttműködési Alap keretében szakmai és működési költségeik támogatására. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az alap az egész civil szférát lefedi. Azért 5 szakmai kollégium van, hogy az élet minden területén, és én csak hálával tartozok a civileknek azért a munkáját, az, mint az élet minden területén, a közösségekben, a megye minden településen végeznek. A tájékoztatón az is elhangzott, nagyon sok értékes és fontos munkát végző civil szervezet működik a megyében. Nagyon fontosak számunkra ezek a szervezetek, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, hiszen aluljó lévő kezdeményezések révén becsatornázzák a társadalmi igényeket. Mindig is a megyei önkormányzat is partnerséget törekedett a civil szervezetekkel, úgyhogy ilyen szempontból nagy öröm számunkra, hogy a legújabb pályázati lehetőségről tájékoztat bennünket helyettes államtitkár úr. A Most Élsz Egyesület 2013-ban alakult, az elmúlt években folyamatosan próbálkoznak, minden évben egyre nagyobb összeget sikerült elnyerniük. Az egyesület elnöke elmondta, nagyon örülnek, hogy a tavalyi évhez hasonlóan előrébb hozták a beadási határidőket, és már ebben a tárgyévben beadhatják pályázataikat. Az összevont pályázatot adtuk be, egyesületünk autista gyerekeknek a gyerekvédelmével, gyermekvédelmével, terápiás foglalkozásokkal foglalkozik. Ennek kapcsán szoktunk pályázni szülőknek, gyerekeknek hétköznapi segítő programokkal. A civilek és a kormányzat partnersége jut kifejezésre a NEA pályázataink keresztül. A források október 12-én nyílnak meg, az összevont projektek egy hónapig futnak, majd november 12-től az egyszerű pályázati formákra adhatják be igényeiket a szervezetek. Eddig 200 ezer forint volt a lehetőség, most 300 ezer forint ez a keret, amelyet bíráló bizottság nélkül megnyerhetnek a szervezetek.